Sziasztok, én Evelyn vagyok, és köszöntök mindenkit a csatornán. Ma július 26-a van, hétfő, és amint láthattátok a címből is, ez egy nyaralós vlog lesz. Egyébként csak holnap indulunk, de gondoltam, hogy levlogolom nektek egy nagyon picikét a mai napot is, hogy hogyan készülök fel a nyaralásra. Jó, nyilván bepakolunk, meg ilyesmi. Egyébként most 4:11 van, és most takarítottam ki a szobámat, felporszívóztam, meg leportalanítottam, és előtte értem haza körmöstől, ilyen lett a körmöm. Majd mindjárt megmutatom közelebbről is, hogy milyen, szerintem nagyon szép lett. És ja, a mai program az, hogy most, hogy befejeztem a takarítást, elkezdem a németet. Mert megyek még ma német órára, még így nyaralás előtt egy német órát be kellett iktatni. Úgyhogy arra kell tanulnom szóbelit. Az írásbelit azt már megcsináltam múlt héten, úgyhogy azt nem kell, most csak a szóbelit kell, de attól jobban félek egy picikét, na mindegy. Úgyhogy most délelőtt azt tanulom, aztán délután fogunk pakolni, utána 5-re megyek németre. Addig a mamám is fel fog jönni, és igazából ennyi, este meg tervezek hajat mosni, mert most egyébként be van fonva így franciával a hajam, 2 napja van befonva, és hát amit látjátok, már kicsit kikandikálnak itt a kis hajszálak, szóval, de mára jó lesz ez így szerintem, de lehet, hogy majd szétszedem, nem tudom, de ma biztos, hogy hajat mosok, és ennyi igazából. Ebből fog állni a nyaralásra való felkészülésem. Egyébként nem tervezek tényleg sokat vlogolni ma, mert nyilván inkább a nyaralás alatt szeretnék. Az is lehet, hogy külön veszem, hogy ez egy ilyen nyaralásra valós, felkészülős videó, de lehet, hogy egybe csapom a nyaralással, ezt még nem tudom, de majd úgy is látni fogjátok. Attól függően, hogy ez milyen hosszú lesz. Úgyhogy most megyek és tanulom a németet. És itt a körmöm, ilyen a bal kezemen, és ilyen a jobb kezemen, a minta egy nagyon-nagyon picit más. Szerintem nagyon szép lett. Na sziasztok, 1:30 lesz, és most fejeztük be az ebédet, és ettem egy áfonyás fánkot is. Így desszertként, és most folytatom a németet. Most éppen itt van a tankönyvem, szótár, meg itthoni füzet, ezeket én írkáltam ki, ilyen kis jegyzet itthonra, de annyira nincs kedvem menni, hogy azt nem tudom elmondani tényleg. Úgyhogy még egy kicsit tanulgatom, aztán szerintem hagyom. Majd talán indulás előtt még átnézem. És annyi. És még anya is befejezi a dolgát, és utána megcsinálom neki a körmét, így a nyaralásra, és most egy kiszkatott vagyok emiatt. Sziasztok, 3:43 van, és fogjuk rá, haladok a pakolással. Itt kipakoltam a ruháimat, vagy kezdem kipakolni a ruháimat az ágyra, ami még így eszembe jut, azokat nyilván kipakolgatom, de nagy része már megvan. Aztán így gyűjtöm a szépségápolási dolgokat, ott sminccucokat, azokat majd mindjárt meg is mutatom, mert azokat úgy is belerakom, utána lesz a szerbe, szóval majd itt mindjárt külön megmutatom, hogy miket viszek, és mielőtt jönnének a kommentek,
hogy nyaralni mész, miért viszel smink cuccot a vacsorához? Csak is a vacsorához sminkelem ki magam. Egyébként egy dekasmink rajtam nincs rajtam egész nap. Szóval úgy gondoltam, hogy tisztáznunk kellett ezeket a félreértéseket, mert már volt, hogy megkaptam videók alá ezt a kommentet. Igen, úgyhogy mutatom a sminktermék. Szóval itt van ez a kicsi mennyiségű sminktermék, amit viszek. Beauty Blender, egy picike highlighter, ami igazából semmi helyet nem foglal. Ez egy Catrice-es. Egy Maybelline-es korrektor, szemhéj alapozó. Mi ez? Póder, kettő darab picike paletta. Ez egyébként most egy új szerzeményem. És nagyon tetszik. Ebbe, ez pedig azért hiszem magammal minden utazáshoz, mert ebben minden van. Ezek ilyen kis arcra való dolgok, ezek itt szemre való, ezek pedig szájra valók, szóval sok ajakterméket nem is viszek, csak ezt a Catrice-es rúst, mert ezt nagyon szeretem. Meg ezt a barackos labellót, mert ezt is nagyon szeretem. Ez pedig egy eucerines arcra való naptej, ami 50 faktoros. Ez egy ilyen kis termékminta, de már kettőt kaptam belőle, és az egyiket már elhasználtam, és nagyon szeretem. Ez ilyen, hogy mondjam, ilyen pattanásos bőre, meg akinek nagyon gyorsan zsírosodik a bőre, olyanra való, és tényleg nagyon jó. Ebbe pedig van pirosító, bronzosító, meg egy kis highlighter. Szóval ennyi az összvíz sminktermék, amit viszek, és ezt tényleg csak a vacsorához szoktam használni. És itt van a neszeszer, amiben majd megpróbálom belerakni, de már itt nézegettem, hogy csak az egyik paletta fog beleférni, de nem baj. Nos, itt vannak egyelőre, amiket összeszedtem. Ebbe a neszeszerbe fogok pakolni, nagyon cuki miniegeres. Ez ilyen körmös, körömvágós, tudsz, ebbe a kis pici kis szütyőbe fülbevalók vannak. Ecsetek, kontaktlencse folyadék, parfüm, arcápolási termékeim, vagyis arckrém, tonik, szem, ő is, mi ez? Hirtelen ki akartam mondani, sminklemosó, ez pedig ilyen arctisztító gél, egy sminkpaletta, ebbe a mutatott sminktermékek vannak, még pluszba egy spirált beletettem, ez pedig kimaradt. Szóval nagyjából ezek vannak, amiket összeszedtem. Még jön hozzá dezodor, de azt még csak reggel fogom elrakni. Na, momentán leültem ide a földre, szóval igen, nem egy legelőnyösebb pozíció, de már hogy nem tudtam megoldani, hogy normális legyen. Egy kicsit hátrébb rakom, talán jobb lesz. Igen, na szóval, itt vannak a ruhák, amiket viszek. Már tényleg jó lesz, és úgy érzem, hogy ez a videó egy különálló videó lesz, úgyhogy igen. Szóval, amiket annyira nem kell bemutatni, törölköző fehér neműk, kettő darab fürdőruhát viszek. Az egyik egy fehér felső, fekete alsó részen, a másik pedig egy tiszta piros, a felső és az alsó része is piros. Ez a kettő fürdőruhám van, és mindkettőt elviszem. Ez alvás, az egy ilyen kis szemtakarós cucli. Aztán egy barna színű farmer nadrágban megyek, és egy citromsárga topban. És ezen kívül elviszek még három darab ilyen kis fölzsöt. Ez a New Yorkerből van. Ezt nagyon szeretem, ezt a narancsos barnás fölzsöt. És még ami a New Yorkerből van, ez a kis rózsaszín. Ezt is nagyon-nagyon szeretem, imádom a színét. A harmadik pedig a H&M-ből van, ez egy picikét hosszabb, egy nagyon-nagyon-nagyon picit. Ez pedig egy ilyen kis barna színű. Szóval ezt a hármat viszem, és ezen kívül elviszek egy ilyen kis fekete nadrágot, de ez csak akkor, hogyha a szobánkban leszünk és nem megyünk nagyon sehova, hogy kényelmesbe legyek. Valamint egy kék színű farmer nadrágot, ami a Tellyből van. És akkor a ruhák. Az egyik ruha, amit elviszek, az ez a rózsaszín. Ez egy egyberészes ruha, nyilván.
ilyen fehér rózsaszín csíkos, ezt nagyon-nagyon szeretem egyébként ezt a ruhát. Ups. Majd nyilván szépen össze fogom hajtani, és van hozzá ilyen kis megkötő is. Csak most ide le vannak dobva az ágyra. Valamint itt van a strandruhám is, amikor mondjuk lemegyünk a wellnessbe, vagy csak lemegyünk fürdeni a partra, mert egyébként a szálloda nagyon-nagyon közel van a parthoz, szóval nem kell úgy külön öltözni. Ezt a mamám készítette, úgyhogy ez az én kis strandruhám. Valamint elviszek még egy szoknyát is, amit anyukámtól kaptam. Ez egy fehér szoknya, elől rövid, hátul hosszú, és ezt nagyon szeretem. Direkt úgy válogattam ugye a felsőket is, hogy menjen a szoknyához. Jó, nyilván nem színre, mert egy fehér szoknyához bármilyen színű felső fel lehet venni, csak inkább így fazonra gondoltam. Aztán ami ruha még jön velem, az ez a nagyon sötét kék. Igen, ez nagyon sötét kék, nem fekete, de talán így látjátok, hogy kék. És ennek az ujjára van ilyen kis valami. Egyébként Instagramon már láthattatok róla képet, szóval ott nézzétek meg, hogy milyen pontosan. És a legújabb szerzeményem az ez a ruha, ilyen kék alsó résszel, és ilyen kis csipkés fölül. Hátul pedig ilyen tüllös anyagú az a megkötője, és szerintem nagyon szép, és ebben is láthattatok már képet Instagramon, amit tegnap raktam ki a barátnőmmel, szóval azt is nézzétek meg, és egyelőre ennyi a ruha, amit el tudok rakni, mert még nyilván lesz pizsama, de azt csak reggel fogom elrakni. És ja, még a lábbelik vannak, de most azokat nem fogom előszedni, mivel 3:45 van, és 5-re megyek Németre, szóval addig már nem nagyon van időm még a lábbeliket is kiszedni, meg azokat is bezacskózni, meg minden, meg nyilván oda is valamiben mennem kell, szóval nem rakatom el az összeset. És ja, de majd kitalálom, hogy mibe menjek holnap. De szerintem egy fekete szandálba megyek, és elviszek még azon kívül egy szandált, meg egy papucsot, meg egy strand papucsot természetesen, és ja, körülbelül ennyi. Ezeket most szerintem összehajtogatom, hogyha majd hazaérek, akkor csak be kell járni a bőröndbe, és ennyi. Úgyhogy még ezeknek kerítek valami kis neszeszert, vagy ilyen kis hálós, ilyen tárolós cuccot, amiben bele tudom rakni. És akkor úgy jó lesz. Ja, és még amit viszek, ez nem ruha, hanem ilyen egyéb kategória, az úszógumi. Ez egy nagy rózsaszín, leveles, virágos mintás úszógumi, amit tavaly vettem Balatongyörökön, azt hiszem. Amikor tavaly nyaraltunk Hévízen, és akkor vettem, szóval ezt most is viszem magammal. Ja. És időközben átpakoltam egy másik neszeszerbe, egy fekete rózsaszín neszeszerbe, mert ebbe sokkal jobban elbírtam pakolni, és állítva bele tudtam rakni mindent. És kényelmesebben elfértem, meg még raktam el egyébként vattapamacsot, meg hajgumit, meg hajcsattot. Na de most már hajtogatok. Na kész is van, ebbe a nagyba belefért minden ruha. Hát az hittem nem fog beleférni, de belefért. Ebbe pedig a kisebb kis fehéremők, fürdőruhák, meg ilyenek vannak, meg itt van a szemmaszkom is, itt a fürdőruha. Úgyhogy ez így szupi. Hát ez a kis szép kis csipkis ruhát ide a tetejére tudtam rárakni, remélem nem fog nagyon megnyomódni, vagy gyűrődni, meg egyik sem igazából. Úgyhogy mondhatni kész vagyok. Na hello mindenki, megy egy 80. Én már 6-kor hazaértem Németről. És utána azért is nem jelentkeztem be, mert a mamám épp itt volt. Utána pedig már mentem is fürödni, mert hajat is mostam. Szóval, ja. És ha valami egyéb hangot hallatok, akkor az azért van, mert a nagyszobában épp telefonálnak. Szóval, bocsi. Ott van a kis neszeszerem még, azt még nem raktuk el a bőrönbe, mert abba még ugye kerülni fog, valamint
Most hát lehet, hogy pont ebben nem, de még el kell raknom a száraz samponomat, ami egy Nivea száraz sampon, valamint a hajamra ez a gliszkúros kis fújós cucc, és ugye még reggel a fogkefémet kell lerakni, dezodort, meg ilyeneket, úgyhogy még azoknak lehet, hogy nyitok egy új neszeszert, egy ilyen nagyot, amiben beleférnek, és ja. Most majd szerintem nem sokára vacsizunk, és ja, úgyhogy most én itt szerintem lezárom ezt a videót, és utána pedig, holnap pedig elkezdem a nyaralós vlogot, szóval köszönöm szépen, hogy velem voltatok ebben a kis rövidke, vagy nem tudom, hogy mennyire rövidke videóban. Találkozunk az új videóban, addig is puszi nektek, sziasztok, kommentbe jöhetnek a kérdések, hogyha van, vagy vélemények, bármi.